Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, nem? Nem hypolunk még, semmit, semmit, nem erjetek hypolni. Na jó, beszélgessünk egy kicsit a Call of Duty Modern Warfare 2019-ről. Multiplayer gameplay végre napvilágot látott már, mint. Hogy is mondja, becsületes multiplayer gameplay, aztán ameddig technikai problémákban nem ütköztek, és összeomlott nekik a 20v20 változata a játéknak. <kül> Jól kezdődik, igaz? Na de, um, ettől függetlenül szeretnék beszélni arról, amit láttam, hogy mi a véleményem, hogyan gondolom, és hogy... Minek néz ki a játék? Így előre lesz szegezem, a látottak alapján öm, elég ígéretes. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy a kód az az lehet, hogy idén megcsinálja. És ami a vicces, hogy a Battlefield hullámot meg fogja lovagolni. Mire gondolok a Battlefield hullám alatt? Arra gondolok, hogy a Battlefield sorai most éppen nem a legfelfelébb vezető úton haladnak, Uh, ugye, és a rajongók kezdenek egy el kicsit elpártolni a játéktól, mert nem az, mint aminek megszerettük a Battlefield-et. Tehát uh, régen úgy éreztem, hogy a Battlefield mindig is kodosodni akart, és a kod meg, hát az nem akart Battlefield-esedni, az, az, az valamit akart, amitől szörnyű lett az elmúlt években, de a battlefield mindig úgy éreztem, hogy, hogy akarja valahogy ezt a kod momentumot megragadni, és ez mostanra egészen jól sikerült nekik, de ez volt az, ami elrontotta a battlefield -et. azt hiszem. És a kod most meg ezzel a 20v20 /20 domination, conquest móddal Uh, igen nagy hullámot lehet, hogy képes lesz meglovagolni. Mire gondolok Na, mielőtt nagyon belevágnék, hogyha netán egy kicsit össze-vissza beszélnék, ne arrogyatok, nagyon sok gondolat van uh, a fejemben, amiről szeretnék beszélni, és a jegyzeteket úgy írtam le magamnak, ahogy jöttek, ahogy így láttam a dolgokat, de mindig tudni fogjátok, hogy éppen miről beszélek. Szóval, uh, ja, ugye az első ilyen pontom az, hogy van most a kodnak, lesz most a kodnak, egy, uh, egy ilyen nagyobb módja, egy ilyen Grand War mód, 20v20 játékos, és egy ilyen Conquest-szerű mód, mint régen is volt mondjuk a Battlefield 3, amikor 48 játékos uh, szerveren volt, tehát egy ilyen 20v20 mód a Conquest módban van a féleség, lesznek benne ugye olyan készrikek, hogy tank, például szóval egy kicsit, kicsit úgy néztem, hogy battlefield esedék. Na most, Nekem, aki mind a két játékban signifikáns időt töltött el, ez, ez valami fantasztikus. Tehát mindig is akartam, hogy a Call of Duty felemelje végre a Battlefield szintjére a játékos számát. Tehát minimum 48. Miért? Mert a kodnak a motorja, a régi, nem ez az új, erről is fogunk beszélni, a kodnak a motorja sok. Kal jobb volt shooterekre, mint a Frostbite Engine bármikor. A Frostbite Engine gyönyörű, a Frostbite Engine-nek mindene megvan, lehet benne lőni meg minden, ne félre ne értsétek, de a kod mozgás kultúrája, lövése, hitbox, át lehetett lőni a falon, nem volt muszáj most, hogy és a többi. Egyszerűen mindig jobbnak tartottam egy picit, mint a Battlefield Frostbite engine -jét. Na, de most ugye csináltak egy új engine, és ez az új engine nem üt el annyira a régitől, a grafikai szempontból szép, látszik, hogy egy upgrade. A valóságrenderinget használtak. Mire gondolok itt? Tehát egy olyan technikát használtak, amivel lefényképezik az eredeti valóságban lévő dolgokat, és azt rendelik le. A játékban. Na most ez például a Battlefield játékosok már Battlefield 3 vagy Bad Company 2 óta így csinálják. Azt hiszem Battlefield 3 óta így csinálják, de végre most már a kod is ott tart, hogy ezt a technikát alkalmazzák. Szóval látszik, hogy vizuális upgrade van. A pozitívum, amit láttam, hogy nem, nem túlozták el a fényefekteket, az árnyékokat és a többi. Vagy tudatosan azért, mert hogy a láthatóság, is ez fontos, és ugye jelen pillanatban például a Battlefieldben a láthatóság egy kalapszar, a Battlefield 5 és amint néztem a videókat, a, a játékról minden nagyon jól látható, főleg az ellenfelek, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon... Pozitív döntésnek uh, értékeltem. Szóval látszik, hogy upgrade, nem túlozták el a grafikát, valószínűleg az láthatóság, de valószínűleg azért is, mert a kód sosem arról volt híres, hogy Uber számítógép kell hozzá, hogy elfusson. Uh, gyengébb számítógépeken is elfutott, szóval valószínűleg üzleti um, döntés is volt mögötte. De azért annak, akinek most elfutott a Black Ops 3, az számítson arra, hogy itt lesz egy 10, esetleg 20 FPS impact. Általában úgy jönnek a kológyütig évente, hogy lesz egy ilyen 10-20 FPS FPS csökkenés. A következő dolog, amit még hozzá szeretnék tenni ehhez a 20V20 módhoz, az az, hogy a kisrikek ott lesznek. Mindenféle killstreak ott lesz, többek között a, a kedvenc visszatérőink chopper uh, ott lesz közötte. Ja, amúgy lesz Nook, lesz Nook, oké. Okay. Uh, a, ch a chopper például ott lesz közöttes, egy ilyen 20v20 módban, akár egy ilyen Predator rakétaszerűség, amit ott láthatunk, vagy a chopper egy 20v20 módban az egyszerűen epic pusztítás fog csinálni. Na most ez azt fogja eredményezni, hogy ilyen killstreak overflow lesz, mint annó volt a Black Ops 2-be, egy kicsit, ugye egy játékos megszerzi, szétlövi a pályát, másik játékos megszerzi, szétlővi a pályát, harmadik játékos megszerzi, szétlővi a pályát, és biztosuljuk benne, hogy egy meccs alatt kettő, három, akár négy játékos is képes lesz összeszedni ezeket a killstrikeket. Most ez tényleg ilyen overflow-t fog eredményezni, hogy jönnek a kill killstrikek kill hegyén hátán, és hogyha nem kapod el a momentumot, hogy megszerezd az első vagy második killstriket, akkor vége van számodra a játéknak. Reméljük, ez nem így lesz, reméljük, hogy tudunk majd védekezni effektíven a készítek ellen. Ez az egyetlen hátra, amit láttam, az 5v5, bocsánat, a 20 v20 um, módban. Na most, uh, mit lehet? Ja, igen, a single player multiplayer ilyen cross play lesz. Uh, arra gondolok, hogy amit a single playerben eredményeket elérsz, azt a multiplayerben fel fogod tudni venni. Tehát. Kapsz egy attachmentet a fegyveredbe, akkor az multiba is meg fogod kapni. Ha single szerezted, mert ami single megszerzed, a multiba is csinálod. Teljes mértékben cross -platform, lesz, la, cross platform lesz a játék állítólag. Bár amit láttam a videókon, nekem úgy tűnt, hogy azok, akik konzolon játszottak, azok valójában PC-n játszottak, konzol control uh, ellen. Meglátjuk. De azt kérték, hogy cross platform remélhetőleg annak, aki akarja, aki konzolon van, az kiszállhat abból a játékból, ahol vannak PC játékosok, érthető ö, okok miatt, de ahogy néztem, azok, akik kontrollerrel játszottak, és azok, akik egérrel játszottak, egész jó, jól ö, helytáltak, de ugye ott az egy zárt környezet volt, pro játékosokról beszéltünk, és ö, hogyha a játék kiszabadul a nagy világba, akkor minden bizonyal a PC-sek között is vannak próbak, mint azok a prójátékosok ott, csak nincs nevük, és a konzolosok között is vice versa, szóval azért itt még, itt még várható némi összetűzés ebből a szempontból. Nem lesz season pass, hogy együtt tartsák a játékosokat, tehát ilyesmiért nem kell fizetni, új mapokért és a többi, azért, hogy a játékosok tudjanak együtt játszani, ezért nem fog kelleni fizetni, de valószínűleg minden másféle gusztustalan mikrotranszakció lesz, ahogy ismerjük az Activision-t szerkezetekre egy kicsit rá is kell térni, Állítólag, ez, megint csak hogy ilyen feedbackek alapján, nem eltér most már, eltérnek a pályák a megszokott hármas útvonaltól, amit a Call of Duty venni a pályadizájn szempontjából, és sokkal inkább a valóságra hatnak, a pályák, tehát elég kaotikusak lesznek. Ez valószínűleg minél inkább fogja erősíteni az elején a játékosokat arra, hogy a pálya széle felé mozogjanak, és kiismerik a pálya széleit, és utána kezdenek el inkább közép felé mozogni a játékosok. De hogyha valóban nincs meg az a hármas útvonal, a pályákon, akkor az érdekes taktikákat fog eredményezni mindenképpen. Szóval, ja. Fegyver, Attachmentek. na most ugye a fegyver kiegészítők, beszünk magyarul. <laughs> kurva sok lesz belőlük, itt úgy érzem, hogy egy kicsit kicsit, nem kicsit ellestek a World War 3, World War 3 játékból, és ott aztán szinte elképesztő módon testre szabhatod a fegyvereidet, és itt is most már Call of Duty-ban kurva. Sokféleképpen szabhatod most testre a fegyveredet, és minden, ami előnt ad, lesz, ugyanúgy hogy, e, valamiféle hátránya is. Hátrány, és szerintem ez kurva jó, e, valószínűleg hosszú ide lesz, amíg a játékosok emiatt felfedezik a metát, hogy mely fegyverek lesznek olyan ópék, mint amilyen ópék hosszú idő, gondolok itt egy hétre a megjelenés után, gyorsan felfedezik a, 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 metát, és akkor majd csak az a fegyver lesz, de valószínűleg ugye az, hogy ilyen sok, öm, sok... mindent hozzá lehet adni, kiegészítik az a fegyverekhez, azt fog eredményezni, hogy változatos játékstílusok fognak teremtődni és uh, majd kiderül hogy le lehet -e, meg lehet -e nézni hogy mivel lőttek le, milyen kiegészítőkkel és a többi, hogy esetleg le lehessen azt másolni, ha úgy látod, hogy neked az megfelel egyelőre ez egy pozitívum uh, hogy ilyen sok fegyverkiegészítőt lehet csinálni és testre szabni a uh, fegyvereidet a per, ami a perkeket illeti azt az információt sikerült uh, levennem a dolgokból, hogy nem, nem lesznek ilyen perkek, amik ilyen hatalmas segítséget ...fognak adni, hanem mit tudom én inkább olyan, hogy kicsit gyorsabban futsz, vagy gyorsabban, vagy gyorsabban tudsz mászni. Szóval semmi Uber különleges, mint a MV2-ben volt a Lakpro, hogy ilyen 50 méterről lekéselted a csávot, és az teljesen rendben volt, mert egy ilyen perked volt berakva, ugye. Um, úgyhogy nagyjából perkek terén ez úgy néz ki, hogy tényleg inkább csak egy ilyen enyhe enyhe szellő segítséget fogsz kapni, és de a fegyverkiegészítőkön fog múlni az, hogy mennyire uh, fogsz jól teljesíteni. Annak, aki eljutott a videó végére, PS4 uh, Beta szeptember 4-én uh, várható, azt hiszem Open Beta lesz, a többiről nem tudom, de valószínűleg azok is még szeptemberben lesznek. Úgyhogy, de természetesen elő kell rendelni ahhoz, hogyha a bétában szeretnél részt venni. Uh, akár mennyire néz ki jónak a játék, uh, nem javaslom az előrendelését, uh, csak hogyha ilyen őrülten kíváncsi vagy és már nem bírod ki, hogy legyek, nekem eddig, amit láttam, ez tetszett és imponált, úgy érzem, hogy a kódnak sikerült visszatérnie egy kicsit a gyökerekhez. Az előző kodokhoz képest, Black Ops 3-2, azokhoz képest ugye lelassult a játék, ugye, és egy kicsit taktikusabb is lett, ahogy a fegyverek lőnek, ahogy a kiegészítők viselkednek, ahogy a, átnézel a különböző távcsöveken, irányzékokon, azok egyszerűen nagyon jól néz ki. És nagyon-nagyon-nagyon és hatásos a játék, hogy azt mondjam. Szóval nincs már olyan sok hátra, nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy őszinte legyek, hogy mi lesz ennek a vége, és nagyon-nagyon reménykedem benne. Egy olyan sorozatról beszélek, ami közel áll, mindig is közel állt a szívemhez, de az utóbbi időkben én is nagyon-nagyon kritikus szemmel néztem, és vagyis mondjam, megadtam a játéknak, ami jár ebből a szempontból, és ez nem volt csupa pozitivitás, de sose hagytam el igazán a játékot, leszámítva az utóbbi időkben. Na mindegy, meglátjuk, hogy milyen lesz nagyon, köszönöm a figyelmet, következő videóig, sziasztok!